Budapest továbbra is ki szeretne lépni a Kuka Holdingból. Erről a főpolgármester beszélt ma reggel is Start című műsorunkban. A budapesti fejlesztésekért felelős államtitkár szerint viszont csak a fővárosnak van vitája a holdinggal. Szeged és Eger vezetői azonban több milliárdos tartozásról beszélnek. Várhatóan februárban sem áll le a szemétszállítás Budapesten, miután a viták napokon belül lezárulhatnak az állami szemétszállítóval, a Kuka Holdinggal. Ezt Karácsony Gergely jelentette be a Startban. A főpolgármester szerint azonban ezzel nem oldódik meg minden probléma. Mi továbbra is fönntartjuk azt az álláspontunkat, és remélem, hogy erről fogunk tudni tárgyalni a kormányon, hogy Budapest mindenképpen szeretne ebből a rendszerből kilépni. És hogyha megkérdez megyejogú városok polgármesterét, akár fideszeseket is, már ők nem, nyilván ebben nem tudnak majd olyan őszintességgel nyilatkozni, mint az ellenzékiek, de ezt mindenki tudja, hogy ez a rendszer ez halott. Tehát ez csak probléma. A budapesti fejlesztésekért is felelős államtitkár ugyanakkor a Spirit FM Kejfej Jancsi című műsorában védelmébe vette a Kuka Holdingot. Jó néhány szemétszállító szolgáltató van az FKSZ-en kívül megyékben, nagyobb vidéki településeken. Senki mástól nem hallunk ugye vitát, tehát azért ennek is van egy jelzésértéke talán, hogy a Kuka Holding nagyon sok szemétszállítóval áll ilyen elszámolási viszonyban önkormányzati szemétszállítókkal, ellenzéki vagy éppen kormánypárti vezetésű települések szemétszállítóival, és sehol nem merül föl vita. Ezzel azonban nem mindegyik megyei jogú város vezetése ért egyet. Szeged csak a törvényi tilalom miatt nem lép ki a holdingból. Híradón kérdésére azt is elárulták, hogy csak nem 1 milliárd forintot várnak még az állami cégtől. Mit fogalmaztak, hivatalos tartozás azért nincs, mert csak akkor lehet kiállítani a számlát, ha a Kuka Holding engedélyezte. Eger két éve vitázik a Kuka Holding regionális központjával. A polgármester szerint közel 8-900 millióval tartoznak Egernek. Amivel talán meg lehetne oldani ezt a kérdést, hogy ugyanolyan törvényi erővel a kormány úgy dönt, hogy megadja a lehetőséget ismételten az önkormányzatoknak a tekintetben, hogy saját maguk döntsék el, hogy kivel és hogyan szeretnék ezt az egész hulladék problémát kezelni és megoldani. Kerestük a többi ellenzéki vezetési megyei jogú várost is, ám kérdéseinkre adásunkig nem válaszoltak.